1986. április 34. Ukrajna. Csernobil közelében. Elvtársak, a maguk feladata egyszerű. A reaktor 30 kilométeres körzetében kivétel nélkül mindent kilőni, ami él és mozog. Ez innentől kezdve minden élőlényre vonatkozik. Harsogta túl a helikopter rotorjának zaját Stjemenko őrnagy, a csernobili fegyveres likvidátorok ideiglenes parancsnoka. Minden olyan állat, amit nem lőnek ki és elkoborol a zónából, tovább viszi a sugárzást a zónán túlra. Nem hagyhatnak semmilyen sugárfertőzött élőlényt szabadon 30 kilométeres körzetben. A reaktor robbanása óta túl sok idő telt el, úgyhogy lesz miket kilőniük. Amit tesznek, azt a szovjet népért és a Szovjetunióért teszik. Világos a feladat, elvtársak? Igen, és őrnagy elvtárs, hangzott a hangos válasz egyszerre 30 fős osztag válogatott katonáiból. Mindjárt a célterületre érünk, szólt rádión a pilóta. A vegyvédelmi ruhásokból álló osztag egy emberként mozogva vette fel a gázál arcát és húzta össze a terepszínű vegyvédelmi ruha kapucniát. AK-47-eseiket csőrre töltötték. Kettesével gyorsan léptek ki a helikopter alján a sötét, hideg éjszakába, amit alattomos, láthatatlan ellenség uralt. Egy olyan ellenség, amit valójában kézzel nem érinthetnek és szemmel nem láthatnak, de mégis beterített épületeket, szántóföldeket, fákat és élőlényeket. Lassan, alattomosan ölt a sugárszennyezés, és nem válogatott. Magával ragadott embert, állatot, nőt és gyereket. A halál, ami a nyomában járt, lassú, szörnyű kínhalál volt, amit senki nem kívánt legrosszabb ellenségének sem. Ennek ellenére mégis akadtak olyan bátor férfiak és nők, akik szembeszálltak a láthatatlan veszedelemmel országukért és családjukért. Az alakulat tagjai tisztában voltak azzal, hogy milyen veszéllyel állnak szemben a sugárzást illetően. De azzal a természet feletti, sötét, rettenettel, amivel aznap este találkoztak. Arról nem szólnak írások, nincsenek videófelvételek. Arról a dologról nem tudnak sokan. Az osztagnak mára csak egyetlen életben maradt tagja van, aki csak igen sok alkohol után, és akkor is csak suttogva mer arról beszélni. Egy olyan valamiről, aminek létezése a mai józan ésszel elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Aminek a fizikai jelenlétére a mai csúcsmodern eszközökkel sem tudunk teljes, kielégítő választ adni, mert a magyarázat messze túllép a materiális tudásunkon. Nukleáris robbanáskor valójában olyan erők szabadulnak fel az éterben, amiket nem vagyunk képesek a mai napig teljes jelentőségében felmérni és felfogni. Ismereteink és felfogó képességünk modern eszközökkel is erősen behatárolt. A naplóból olyan dolgok derülnek ki, amik gyökeresen megváltoztatják a fizikai világról eddig alkotott képünket. Ruszlan Vasziev vagyok. 1966. január 11-én születtem Kijevben. Anyám neve Anasztázia Kicsenko. 1985 és 1990 között a Sztrokovai vegyvédelmi zászlóaljba szolgáltam, mint sorkatona. Ez a zászlóalj nem csak vegyvédelmi zászlóalj, hanem titokban speciális műveleti egység volt. Az egység teljes funkciója akkoriban hadititok volt, de már mindegy, hogy beszélek-e róla, vagy nem. Folytassam, vagy ennyi elég, hogy azonosítsanak? Kérdezte türelmetlenül az 55 év körüli vékony, reszketek, kopasz férfi. Bőven elég, tudjuk ki maga. Felelte békülékenyen a fiatal nő, aki orosz tiszti egyenruhát viselt. Adja ide a naplót. A csontvásszerűen vékony férfi remegő kézzel átadott egy piros fedélőkönyvet a tisztnek, és hátat fordított, majd megszólalt. A rendelkezésükre bocsájtom, nekem már nem számít a felelősségre vonás. Ha az ukrán kormány kinyír érte, az se érdekel.
1986 óta az életem egy pokol. Olyan mértékű sugárdózist kaptam, hogy minden nap azt kívánom, bárcsak holnapra meghalnék. A katonanő együttérzően biccentett, majd felnyitotta a naplót. 1986. április 34. Alig láttunk valamit a hideg éjszaka vaksötétjében. Miután letett minket a helikopter, elindult a vadászat. A sugárzásmérő magas értékeket mutatott, és a zseblámpánk erős fényesen bizonyult elégnek az éjszakában. Egymás mellett vonalban haladva tisztítottuk meg a terepet. Nehezen lehetett kilátni a gázálarc párás üvegeink keresztül, ami megnehezítette a célzást. Legalább 100 darab kutyát, farkast és különböző vadállatot lőttünk ki pár óra leforgása alatt. Az állatok külseje torz volt. Szinte az egész testükről eltűnt a szőr, és rendkívüli módon ingerlékenyek voltak. A kilőtt tetemeket egy helyre gyűjtöttük és elégettük. Az égett szőr és hússzaga lassan-lassan átszivárgott a gázállarc halálbiztosnak hitt szűrőin. Többen öklendezni és hányni kezdtek a szaktól és a látványtól. Később megtudtuk, hogy ezek a gázálarcok teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy védettséget nyújtsanak a sugárszennyezés ellen. De a parancsnokság nem törődött ilyen apróságokkal. Likvidátorok voltunk. Fogyóeszköz. A feladat végrehajtása volt az első. Az ember élet volt a legkevesebb, amivel foglalkoztak. Elvégeztük a feladatot. Mindent megöltünk és elégettünk a kijelölt zónában, ami élt és mozgott. A szó legszorosabb értelmében mindent. Egy óra volt a helikopter érkezéséig, mikor furcsa dorogra lettünk figyelmesek. Hé, Ruszlan! Oda nézz! Látod, amit én? Kérdezte reket hangon gázálarca mögül Dimitri, az osztag mesterlövésze, és egy távoli gyárépületre mutatott. A süvítő szél és a vastag gázálarc nehézé tette a kommunikációt, de értettem minden szavát. Ott egy gyárépület fölött, látod? A sötét éjszakában halványan ki tudtam venni a messzi épület sziluettjét, és apró, világító repülőfényforrásokat éltem felfedezni az épület felett. Ezek a fénypontok halványak voltak. Hol eltűntek, hol megjelentek. Először azt hittük, hogy valami fényjelzéseket ad, de később elvetettük ezt az ötletet. Különálló és különböző nagyságú fénypontok voltak, amik kizárólag az épület felett mozogtak. Még egy dő órájuk van a helikopter érkezéséig. Induljanak el négyen és nézzék meg, hogy mi van ott. Lehet, hogy maradtak emberek a közelben. Rendelkezett az egység parancsnoka. Én, Dimitri és másik két társunk elindult a gyárépület és a furcsa mozgó fénypontok irányába. Körülbelül 2 kilométerre lehetett az épület. Nem vagyok egy ijedős típus, babonás meg legkevésbé. De mégis, mikor 500 méterre értünk az épülettől, valami megmagyarázhatatlan rossz érzés lett rajtam úrrá. Olyan volt, mintha a hatodik érzékem súgta volna, hogy forduljunk vissza. Ez a rossz érzés annyira hatalmába kerített, mint még eddig semmi. Remegni kezdtem. Álljunk meg! Szóltam hirtelen. Mi a baj, Ruszlan? Beszartál? Kérdezte Dimitri, olyan hangsúllyal, amiből még a gázálarcon keresztül is lehetett érezni a gúnyt. Tartsd meg magadnak a rossz előítéleteidet! Tette hozzá lekezelően. Tovább mentünk. 100 méter megtétele után a fények lassan halványodtak, majd szinte teljesen eltűntek. Ekkora már szinte magamon kívül voltam a látszólag ok nélküli, megmagyarázhatatlan szorongástól és félelemtől. Aztán váratlanul, bármiféle előzmény vagy előjel nélkül az egyik társunk Volodya letépte magáról az állarcot. Majd állati hangon ordítani kezdett, miközben mindkét kezével a füleit tapasztotta be. A mellettünk sétáló fiatal katona leakasztotta válláról a karabélyát, és minden előzetes jel nélkül, szó nélkül az állához tette a fegyvercsövét,
majd fejbe lőtte magát. Dimitri lejtette a gép fegyverét, levette az állarcát, és lassan az épület irányába sétált, mintha hipnózis alatt volna. Olyan volt, mint egy zombi. Hiába kiabáltam, nem válaszolt. Csak a sötét eget bámulta, és lassan sétált előre. Összecsuklottam, alig kaptam levegőt. Letéptem magamról a gázmaszkot, és éreztem, fokozatosan elveszítem a látásomat és a hallásomat. Tompa, mély morajlást hallottam a sötétségből. Fogalmam sem volt, hogy mi lehetett az, vagy honnan jöhetett. Annyit biztosra vettem, hogy az épület irányából. Ez a súlyos, sötét rezgés lassan rátelepedett az elmémre, és úgy éreztem, beszakad a fejem. Öntudatlanul kapkodtam a levegőt, majdnem teljesen süketen és vakon, mielőtt elveszítettem az eszméletemet. Folytatjuk?